Üdvözlöm a kedves nézőket Zetelakáról, a Hargita tövéről. Egészségükre! Kezdjük a munkát egy kicsi borral. Különben elfelejtettem mondani, a bor folyékony napsugár. És mostan elég boros az idő, nem árt egy kicsi. Egy igazi erdélyi ételt fogok bemutatni. Egész Erdélybe készítik az ordás palacsintát. Gondolom, nagyon kevesen tudják, hogy mi az orda. Az orda a sajtnak egy mellékterméke. Mikor a sajtot kivettük a tejből, visszamarad az író. Az írót feltesszük főni, és a habja, mikor feljön, egy ordaszedő kanállal leszedik, és ez az orda. Lássuk a többi hozzávalót. Tej, kevés só, liszt, kevés málliszt, sütőpor, tojás, tejföl, cukor, olaj és kapor, friss kapor. Kezdjük a munkát a palacsinta tésztájával. Teszünk hozzá tejet, lisztet, három kanál liszthez, egy kanál málliszt jön. Még teszünk egy kicsit tejet. Ezt eldolgozzuk. Teszünk belé egy szódaport, vagy sütőport. És most jön a só. Mikor ezzel is megvagyunk, beletesszük a tojásokat. Két tojás elég ehhez a mennyiséghez. Ha szép sima, akkor letesszük pihenni. Amíg pihen a palacsinta tészta, elkészítjük a töltelékét, ami orda lesz. Az ordát összetörjük, teszünk bele egy kicsi tejfölt. Beletesszük a tojás sárgáját. És most jön egy kis cukor. És most következik a kapor, de előbb meg kell vágni. Tulajdonképpen ennek a palacsintának ez az egyetlen fűszere. És most szépen összedolgozzuk az egészet. Töltelék elkészült, következik a palacsinta sütése. Töltünk kicsi olajat, ugye. Megvárjuk, hogy jól forró legyen az olaj.
visszatesszük, és elkezdhetjük a palacsinta töltését. Felébe teszünk csak tölteléket, és a másik felét ráhajtjuk, és még egybe hajtjuk. Belehelyezzük a serpenyőbe, így. Ide tesszük, és szépen átmelegszik, a tejföl megolvad, akkor már is lehet tálalni. A finom hordás palacsinta elkészült, nem marad más hátra. Jó étvágyat kívánok! És jó találkozást!